A karácsonyi időszak közeletével több adománygyűjtő kampánnyal is segítenek a humanitárius szervezetek a hátrányos helyzetű embereknek. A Magyar Vöröskereszt szekszárdi kirendeltségénél egész évben örömmel veszik az adományokat, hiszen nagyon sok rászoruló család is van. Az adventi időszak közeletével viszont fontosnak tartják, hogy egy kis ünnepi hangulatot is belecsempészenek a kiosztott csomagokba. Úgy, ahogy a többi szervezetnél is, lehetőség van gyűjtésekre. No, itt pedig, hogy mi kerül a gyűjtőkosarakba, kocsikba, az a lakosságon múlik. Ha csokoládé, csokoládé, ha gyerekjáték, gyerekjáték. De egyébként a csomagoknál arra a kollégák is szoktak figyelni, hogy esetleg egy táblacsokoládé, vagy valamilyen édessütemény, tehát keksz jellegű, tehát ami eláll, vagy szaloncukor ebben az időszakban legyen. A szekszárdi humánszolgáltató központ szeretne az idei évben is hozzájárulni ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű, rászoruló családok számára ne okozzon nehézséget, hogy Mikulás napján nem jut egy kis csomag minden gyerek cipőjébe. Mikulás csomagot gyűjtünk, hogy szeretnénk, hogy könnyebb legyen és jobb legyen a gyermekeknek, és mindenkihez eljusson a Mikulás, ezért azt kérjük, hogy mindenki, aki úgy gondolja, hogy van rá lehetősége, készítsen egy Mikulás csomaggal többet, és akkor azt a rászoruló gyerekeknek fogjuk odaadni, illetve eljuttatni. A Mikulás csomagon kívül bármilyen felajánlást szívesen fogadnak, amiket továbbítanak majd a családoknak. Karácsony közeletével kelendőek a gyerekjátékok, illetve az édességek is, ezzel is örömet szerezve a legkisebbeknek.